Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Frontember mai adása, a Skype túlsó végén Georg Spötle biztonságpolitikai szakértő továbbra is Ománból, ha jól tudom. Szia Georg, köszöntünk a műsorban. Szia, szia, most nem annyira felismerhető, mert szerény hajlékomba vagyok, mert itt volt jobb az internet, tehát itt ilyen internetvadászat van, mert nem tudom, ez olyan nagyon érdekes, hogy például tegnap szinte az egész országban alig volt internet, minden ismerősöm arról panaszkodott, hogy nem tud e-mailt küldeni, nem tud letölteni. Most itt a szállásomon remekül működik, úgyhogy ezért döntöttem, hogy nem a szép kávézó, hanem ez lesz a helyszín. Igazi internetvadászat van, tehát Ománban a homokviharokkal és mindennel megküzdve, én pedig Szombathelyről jelentkezem ezúttal a szüleim lakásából, úgyhogy üdvözöljük a szombathelyi nézőinket is. Arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a csatornáinkra, és köszönettel fogadjuk a támogatásaikat is a képernyő látható bankszámlaszámon és PayPal-on keresztül, illetve ajánlom mindenkinek Georg Spötle saját csatornáját is, megtalálják a részleteket a videó leírásában, ugyanis Georg rendszeresen jelentkezik ott extra tartalmakkal. Érdemes tehát azt is követni. Vágjunk bele a mai témáinkba, kezdjük Szlovákiával. Tudom, hogy nem vagy Szlovákia szakértő, viszont itt a műsorban meg fontos elmondani, hogy hát egy meglepetésszerű választási eredmény született, mert hogy mindenki azt várta, hogy a baloldal, a progresszívok fognak nyerni Szlovákiában, és most a szavazatok 99%-os feldolgozottságánál úgy tűnik, hogy Robert Fico alakíthat kormányt. Mi történt, és te hogy látod a szlovák helyzetet? Szerintem hozzájátszik a szlovák helyzethez az is, ugye, hogy a támogatások, mind a pénz, mind a fegyverek Ukrajnának, az már nagyon sok, hogy szlovák ismerőseimmel beszélek, ez már sok nekik. Tehát nem akarják Szlovákia is, tehát az emberek is ugyanúgy békepártiak, mint a magyarok, és nyilvánvalóan Fico megígérte, hogy nem fog több fegyvert szállítani, holott eddig ugye a szlovák kormány például vadászgépeket is, ugye MiG-29-eseket leszállított Kijevnek, és ennek most állítólag vége lett. Szomorú viszont az, hogy a magyarok nem kerültek be, tehát nem lesz magyar hang igazából a pozsonyi parlamentbe, ez nekünk a rossz hír. De amúgy azt mondom, a nemzetközi szinteret most megnézve, a háborút megnézve, tehát nem egy rossz dolog, hogy Robert Ficoék nyertek, és hát nyilvánvalóan azért ennek, hogy a progresszívak csak tovább, hát nem túlzottan örültek, mert ugye lesz egy konzervatív eltolódás újra Szlovákiában. Nagyon érdekes volt látni, hogy hogyan fordították le a szlovákiai választások tétjét egyes hazai sajtóorgánumok. Én olvastam olyan véleményeket, hogy a mostani választások tétje, hogy még Orbánnál is Putyin barátabb vezetés kerül Szlovákia élére, vagy egy nyugatbarát progresszív vezetés lesz. Ez egyébként szerinted azt is jelentheti, például ugye Szlovákia is egy kis ország, de láttuk, hogy azért fegyvereket szállított, hogy szép lassan egyes országok így egyenként is elindulnak a béke irányába, és ez akár összeadódhat? Hát bízunk benne, tehát ez a fő cél. Ugye nagyon érdekes, hogy a nyugati sajtó rögtön azzal kezdte, nem az, hogy gratulálunk Ficónak, és hogy demokratikus választás, hanem hogy jaj, mi lesz Ukrajnának, nem fognak most többet fegyvert kapni, tehát ez volt a legfőbb cél. És valóban, ha valaki a békéről beszél, azt rögtön úgy állítják be, hogy az Putyin barát, az orosz barát, az nyugatellenes, holott nem, az emberek egyszerűen nem szeretnének háborút. Tehát úgy választottak, úgy szavaztak, ugye, hogy egy olyan politikus és egy olyan párt kerülje a hatalomra, amelyik arra szavaz, hogy minél előbb tűzszünet legyen, és fejezzük be ezt az őrületet, tehát ne kelljen több embernek a fronton meghalnia, és ez egy teljesen normális reakció. És ugye az emberek is azt szeretnék, hogy az adó centjeikből ugye elrohan Szlovákiában, ott Szlovákiát építsék, tehát az ottani iskolafejlesztés, ottani közegészségügy fejlesztés, az embereknek ugye több maradjon a zsebükbe, ott is mondjuk díjakat emelni. Tehát azért Szlovákiában, hogyha megnézzük például a keleti részek, pont az ukrán határ fele, azért rengeteg fejleszteni való van. Tehát jártam ott kisebb településeken, és azért hát lenne tennivaló és szükség lenne pénzre. Roma fölzárkóztatást kiemelném például, tehát jöttem át ott roma településeken, és hát rossz volt nézni, olyan, mintha Bangladesbe járnék. Tehát ezeket az embereket mindenképpen tenni kell valamit. És ez nyilvánvalóan pénz szükségeltetik, ugye, hogy még több iskolát építsenek, hogy támogassák anyagilag érdekeltét egyik például a roma szülőket, hogy a gyerekeiket
rendszeresen iskolába járassák, elvégezzék a gimnáziumot, a tehetségesebbek ugye a felsőoktatásba is kerüljenek. Tehát rengeteg tennivaló van, erre kellene a pénzt költeni, nem pedig háborúra, és nyilvánvalóan azért az emberek elég bölcsek voltak, és ugye átgondolták, hogy kire szeretnék szavazni, hova menjen a pénzünk, mert nyilvánvalóan azért ez nagyon fontos az embereknek, hogy első körben olyan politikus kerüljön a hatalomra a következő 4 évre, aki Szlovákia érdekeit nézi, most függetlenül attól, hogy itt felvidéki magyarokról, vagy pedig ugye őslakos szlovákokról beszélünk, akik ott élnek az országban. Na majd szlovák helyzetről fogunk beszélni itt az Ultrahangon részletesebben is szakértőkkel, akiknek ez a területük, de szlovák... Én nem vagyok szakértő, tehát én itt csak így a nagyon-nagyon lájtosan tudom, tehát én nem foglalkozom igazából Nyugat-Európával, tehát ugye a Közel-Kelet, Afrika, ez inkább az én szakterületem, meg hát most már Oroszország, ebből már nem jövök ki, főleg, hogy jártam is ott. Na de akkor, ha már Amerika sem a szakterületedre, nagyon szorosan kapcsolódik, és nagyon fontos hír a következő. Ott legalább éltem, kicsit jobb azért a rálátásom, mint Szlovákiára, egy csöppet. Hogy néhány nappal ezelőtt arról lehetett hallani, hogy költségvetési problémák miatt kormányzati leállás fenyegeti az Egyesült Államokat, amely értelmében többek között az amerikai közszférában dolgozók milliói is fizetés nélkül maradtak volna. Ugye ez a republikánus és a demokrata vita miatt alakult így ki, állandóan azt szokták mondani, nagyjából év végén, meg év közepén mindig csődvészharangot kongat az Egyesült Államok. Most viszont úgy tűnik, hogy kompromisszum született az amerikai törvényhozásban, amelynek köszönhetően sikerült biztosítani a kormányzati kiadások további finanszírozását legalábbis novemberig. A megegyezés értelmében azonban az amerikai kormány egyelőre nem kap több pénzt Ukrajna támogatására, és ez várhatóan további éles vitákhoz vezet majd. Ugye éppen ezért már korábban is egy nagyon nagy támogatási csomagot fogadtak el, hogy azt majd oda lehessen adni Ukrajnának, de azért ez is jelzésértékű, hogy akkor itt most húztak egy stoppot tulajdonképpen. Igen, és itt is azt mondták, hogy mind demokraták, mind republikánusok, hogy azért amerikai érdekeik kellene nézni. És például 18 milliárd dollárral megemelték a költségvetésben a katasztrófa védelem támogatását, mert úgy tartották ugye a nagypártok, hogy erre szükség van. Tehát mindenképpen Amerikában kell fejleszteni, azért rengeteg természeti katasztrófa történik, ugye hurikánok vannak, áradások vannak, erdőtüzek vannak, ez rengeteg pénzt nem vészt fel, nem csak rengeteg erdőt, hanem ugye reszorokat csak különböző szövetségi tagállamoknál, és ezeket pótolni kell, illetve fejleszteni kell ugye az eszköztárát a katasztrófa védelemnek minden államban. Erre külön pénzeket most elkülönítettek. Nem az első eset, hogy ez az úgynevezett shutdown ugye van, hogy nem tudnak kifizetni kormányzati embereket, de itt nem csak politikusokról beszélünk, rendőrökről, katonákról, hanem például szemétszállítás, egészségügy, tehát minden, ami az állami szférához tartozik, ott leállítják a fizetések kifizetését, és hát azért ez kisebb embereket, például szemétszállítók, ápolónők, ugye tanárok érzékenyen érint, hiszen azért nem egy tehetős rétegről beszélünk az államokban sem, de ezt most 45 napra sikerült meggátolni, tehát egy 45 napos kompromisszumot kötöttek, viszont rögtön ezért vett hatalmas mély levegőt az összes német tévékommentátor, ahogy megnéztem a reggeli híradásokat, hogy jaj, úristen, nincs benne ebbe a bilben, ebbe a törvénycsomóban Ukrajna. Tehát most a támogatások lehet, hogy 45 napra ki fognak maradni. Jó, értelemszerűen rögtön bejelentkeztek mind demokrata, mind republikánus képviselőt. Néztem még most a műsor előtt a CNN, sajnos az egyetlen amerikai csatorna, amit itt fogni tudok. És ott is mondták, hogy mindenképpen támogatni fogják Ukrajnát, de hogy még milyen mértékben, és ezt mikortól, azt per pillanat nem tudják megmondani. Most az volt a legfontosabb, ugye, hogy ezt a kvázi államcsődöt elkerülhessék, és ki tudják fizetni ugye a kormányzati béreket, működjön tovább az amerikai kormány és a kormányzati intézmények, legyen az a Homeland Security mondjuk, amelyik a reptereket és a határokat biztosítja, és mondom, minden más szektor, ami a kormányzathoz tartozik. Úgyhogy vannak olyan hangok, hogy azért jó, persze Ukrajna, a szövetségesünk, támogassuk egyéb, de hogy csökkenteni kell a támogatás mértékét, hogy nem lehet minden pénzt most már, ami befolyik az adófizetőktől beletenni, és ugye a CNN is most már minden nap kirakja, hogy hány nap van még a választásig, most már csak 401 nap, és ugye vezér téma azért Ukrajna és az Ukrajnának nyújtott támogatások, tehát itt is azért fölvetik nagyon sokan mind a két oldalról, tehát demokraták, republikánusok, hogy jó, segítünk,
volt egy úgynevezett ellentámadás, ez nem volt annyira sikeres. Meddig tart ez a segítség, hol kellene most már kompromisszumokat kötni valamilyen fronton? Senki nem mondta még ki, tehát egy olyan mondat nem hangzott el, hogy területed békéért, de a sorok között egy kicsit már, amikor kompromisszumot emlegetnek, akkor azért felmerül, hogy most milyen kompromisszumra gondolunk. Nyilvánvalóra nem azt, ugye, hogy az oroszok feladják ezeket a területeket, hiszen Putyin elnök ugye tartott egy beszédet, amit az orosz néphez intézett, és mondta, hogy ugye Novarosszia és a Donbass újra lesz építve, ezt magam is tapasztaltam például Mariupolban, hogy milyen nagy mértékben halad az újraépítés, ugye hála ott a jó polgármesternek. Tehát a kompromisszum csak az lett, hogy Ukrajnának valamikor engedni kell, meglátjuk, hogy mi lesz, ugye egyelőre azt mondom, fejfájást okozhat mindenképpen Zelenszky kormányának az, hogy nem tudják, hogy az Egyesült Államokból mennyi pénz és mikor fog érkezni, fegyverek mikor. Ugye egy fegyvercsomagot, amit megszavaztak, ha jól emlékszem, múlt héten, vagy egy 10 nappal ezelőtt, ugye ez a 325 millió dollár. Ez a Zelenszky letogatásnál. Így van, amikor Zelenszky, ugye talán múlt hét csütörtök, vagy az előtti hét, most kezd összefolyni, kicsit gyorsan megy az idő, homám. Egész másképp megy. És ugye az Zelenszky látogatásakor ezt megkapta, nyilvánvalóan a kanadai támogatás is érkezni fog, további támogatások érkeznek Németországból, de mondom, már felvetődik azért, hogy meddig. Németországban is nagyon komoly anyagi problémák vannak, például a kisebb településeken, ez mondjuk nem a háborúval, hanem a migrációval függ össze. Egyre több polgármester, egyre több képviselő jelzi azt a kormánynak, hogy nem tudják tovább fizetni a segélyeket, és nem tudják a lakhatást biztosítani a migránsoknak. Olyan számban érkeznek be emberek. Ugye a német kormány mindig ilyenkor nagyon szép szavakat mond, ugyanúgy, hogy Ursula von der Leyen, ez egy európai probléma, európai megoldás kell, csak az égszerelmére ki nem mondják azt, hogy hát akkor itt a végre zárjuk a határokat, és most már senki nem jön be, és akiknek nincs itt semmi keresni valójuk, kitoloncoljuk, hanem Scholz is úgy egy kicsit úgy mismásolt, meg beleállt ugye az AfD-be, beleállt Friedrich Merzben, Friedrich Merz egy kicsit most az AfD vitorlájába tolta bele a szelet olyan mondásokkal, hogy amíg itt a migránsok, akik igazából csak gazdasági bevándorlók megcsináltatják a fogsorukat, költséges műtéteket hajtanak rajtuk végre, addig a németeknek ugye több hónapos várakozási idő van, különböző orvosi vizsgálatokra, legyen az CT, legyen az fogászat, legyen az bármi, mert azért a legtöbb ember nem tudja megengedni magának, hogy egy privát klinikára menjen. Úgyhogy Németországban is óriási a probléma, és azok a pénzek, amiket most még beletolnak ugye Ukrajnába, azok hiányoznak rengeteg ponton, és nagyon sok kisebb önkormányzat már csak hitelből tudja finanszírozni magát, tehát a Bundtól, a szövetségi kormánytól kell állandóan pénzt kérni. Úgyhogy mondom, Ukrajnának tényleg, tehát a kormánynak fájhat a feje, mert nem tudni, hogy mi lesz, hogy hol lesz majd egy ilyen dominó effektus, amikor ugye bedől az egész több országot tekintve, hogy azt mondják, hogy bocs, ezt nekünk elfogyott a pénzük, már nem tudom mit csinálni. Svédek is ugye egy kicsit most úgy megütköztek, mert adtak 10 darab páncélost az ukránoknak, 2-t rögtön el is vesztettek. Ugye ez a Stridswagen, amire azt mondták, hogy az egyik legjobb páncélos, hiszen még a Leopardnál is vastagabb kompozit páncélzattal rendelkezik. Hát égnek, mint a nem is tudom mi, tehát svédek is most ott tartanak, hogy több páncélos, bocs, ezt nem tudunk adni, ennyit tudtunk, ugyanígy vannak a dánok is, így vannak a németek is. Úgyhogy mondom, izgalmas dolog lesz ez, és hát ezt most majd csak a jövő tudja megmutatni, hogy mi lesz az ukránokkal, de mondom, én nem látok túl rózsásan, főleg ugye az amerikai választások, ahogy közelítenek, Trump egyre hangosabb, és Trump támogató is egyre hangosabbak. Mi lesz ugye például Kennedyvel, ugye Kennedy Junior most indulni akar, vagy nem, tehát ha elindul Joe Biden helye, nyilvánvalóan akkor fog szavazatokat elvinni demokrata oldalról, de viszont ezzel erősíti valahogy Trumpot, mert egy teljesen ismeretlen figura igazából a politikában, és nem tudni, mert nincs egy markáns politikája, nem mondott semmi olyat eddig, hogy azt lehetne mondani, hogy akkor akik eddig Bidenre szavaztak, azok most Kennedyre fognak voksolni. Úgyhogy mondom, nagyon sokan nyitott kérdés, és ezek a nyitott kérdések okoznak szerintem Zelenszkynek fejfájást.
Ha egy pillanatra visszatérünk itt Ukrajna támogatására, meg az amerikai költségvetésre, akkor nagyon érdekes amúgy, hogy ez Bidennek sem tetszik, de még Kevin McCarthy republikánus házelnöknek sem állhat jól az ászló. Ugye Biden azt mondta, hogy semmilyen körülmények közt nem szabad megengedni azt, hogy az Ukrajnának szánt amerikai támogatást megzavarják, és azt is hozzátette, hogy most kaptak 40-valahány napnyi haladékot, de a kongresszusnak ezt az időt kell kihasználnia, hogy véglegesítse a következő fiskális év költségvetését. Nagyon érdekes, hogy egyébként a legnagyobb vita itt ebben a kérdésben pont az Ukrajna támogatásával kapcsolatos volt. Tehát nem az, hogy mennyi pénzt kapjanak a Hawaii tűzeset áldozatai, vagy mennyi pénzt költsenek tényleg a katasztrófa védelemre, vagy a rendvédelmi szervekre, vagy az amerikai gazdaság megerősítésére, hanem hogy mennyi pénzt költsenek Ukrajnára. Kevin McCarthy republikánus házelnöknek a pozíciója meg azért inoghat meg, mert hogy sokan nem örülnek annak republikánus oldalról sem, hogy beterjesztette a kormányzati leállás elkerüléséhez szükséges kompromisszumos javaslatot, mert hogy voltak a republikánus pártnak olyan szárnyai, akik azzal fenyegetőztek, hogy amennyiben ezt megteszi, akkor kezdeményezik az elmozdítását. És ugye gyakran találgatjuk, hogy vajon az Egyesült Államokban zajló események mennyire kapcsolódnak össze az ukrán háborúval, de sokan azt is mondják, hogy valójában a republikánusok és a demokraták között is hát van egyfajta átjárás, és talán a két széle az, ami egy kicsit másképpen kezeli a dolgokat. Ezt nagyon jól látod, mert valóban vannak olyan republikánusok, mindenképpen szeretnék Ukrajnát tovább támogatni, mert Oroszországot ellenségképként tekintenek rá. És van még egy nagyon közös dolog, ami átjárást okoz, Kína. Nagyon furcsa, de valahogy így Kínának akarnak erőt fitoktatni amerikai részről, hogy mi nem hagyjuk azt, hogy elfoglaljanak egy országot, és hogyha Kína megpróbálná rátenni a kezét Tajvanra, ugye a kínai tigris a mancsát jobban mondva, na akkor azt nem fogjuk hagyni, hanem akkor majd támogatjuk Tajván. Úgyhogy itt egy kis erőfitoktatás is van, tehát ez nagyon érdekes dolog, hogy megjátszák egy kicsit itt a nagy testvért, hogy Kínát megpróbálják sokban tartani. Persze nyilvánvalóan Kína ezzel nagyon törődik, hiszen látja az ukrán ellentámadás sikertelenségét. Látjuk azért 34 ország köztük az Egyesült Államok, Németország, Franciaország, Olaszország, Svédország, Dánia, Új-Zéland, Ausztrália, Egyesült Királyság, ugye a legnagyobb katonai hatalmak tolják bele tényleg a fegyverzetet, tehát az eszközöket, pénzt, paripát, mindent az ukránoknak, és nem érik el azt a sikert, amire számítottak az elején. Kvázi az egész NATO, az egész nyugati világ hadban áll Ukrajnával. Most fokozódik is a helyzet, ugye az új brit védelmi miniszter bejelentette, hogy csapatokat is küld Ukrajnába kiképző feladattal. Hát ez nem egy túl jó dolog, mert ez már igazából egy NATO beavatkozás, tehát ez már nagyon eldurulhat a helyzet emiatt, tehát ez szerintem nem kellene. Na mindegy, tehát nem az én véleményem a szignifikáns itt, de a lényeg az, hogy Kína látja, hogy hiába az amerikai fegyverszállítás, hiába ez a több száz milliárd, amit már ugye a világon összekalapozott Zelenszky, ez nem ér semmit. Tehát Amerika már nem a világ csendőre, nem tudja azt az amerikai világrendet és azt az amerikai akaratot átvinni, ahogy szeretnék. Ugye a legjobb példa erre például Afganisztán, ami egy nagyon-nagyon csúfos kudarc volt. Nem csak az Egyesült Államoknak, hanem az egész nyugatnak. Ugye kiderült, hogy itt egy 20 éves háború semmit nem jelentett. Ugye mindenki, tehát akik életüket vesztették, ősi aláthattak ebbe a háborúba, hiába való volt a véráldozat. Úgyhogy szomorú dolog ez, és mondom, Kínát ezzel nem lehet megfélemlíteni, de mindenképpen azzal próbálkoznak, hogy fenntartani azt, hogy Amerika egy szuperhatalom, és hogy Amerika segít minden úgymond szövetségesének, hát már amennyire Ukrajna ugye szövetséges. Ukrajna közben egyre jobban követelőzik, most már egy így konkrét ígéretet vár egy rendes tagságra, egy szinte azonnali felvételre az Európai Unióban. Nem tudom, Ursula von der Leyen igazából őszintén gondolja a szavait, de mindig agyon dicséri Ukrajnát, hogy micsoda demokratikus struktúrák alakultak ott ki. Ja, persze betiltják a kisebbségek nyelvét, betiltanak vallásokat, papokat vesznek őrizetbe, sajtóorgánumokat tiltanak, belekapcsolnak weboldalakat. Hát valóban így működik egy mintaállam, tehát ez a tökéletes demokrácia, és ez volt a szarkazmus helye. Úgyhogy mondom, izgalmas órákat fogunk még Ukrajnával kapcsolatban megélni. Szerintem még a legtöbb szakértő se tudja, hogy mi lesz ennek a végkimenetele, hogy
ha eltelik ez a 45 nap, akkor mit tudnak még Ukrajnának ígérni, mennyi pénzt? Ukrajna hogy fogja ezt a 45 napot átvészelni, hiszen durván minden egyes nap 100 millió dollárba kerül a háborúba, hogy az a rengeteg lőszer, az a rengeteg eszköz, a kifizetendő zsoldok, az üzemanyag, az egészségügyi ellátás a katonáknak, a logisztika, tehát a szállítás áról, bérről, ugye ez rengeteg pénzbe kerül, ezeket mind be kell kalkulálni, és ha azt mondom, hogy most egy 9 mm-es pisztolylövedéknek a nagykerára az durván olyan 70 forint körül mozog, hát akkor gondoljunk bele, amikor egy nap több millió lőszert ellőnek, ugye, és nem csak pisztoly, hanem komplikáltabb 155 mm-es nehéz tüzérségtől kezdve repeszgránátokig, tankelhárító rakétákig, tehát brutális összegekről beszélünk, ezt ugye Ukrajnának szinte napi szinten kell finanszíroznia, úgyhogy ott nincs olyan, hogy akkor van egy költségvetésem, és tudom, hogy ezt a háborút most egy évig folytatni tudom, plusz még akkor ugye az államaparátusra, meg egyebekre tudok költeni, hanem igazából Ukrajna egy pénzügyi transzfúzión lóg, teljesen függő ugyan nyugati államoktól, és hogyha ez a pénzügyi transzfúzió ez megszűnne, nem én mondom, hanem tényleg komoly pénzügyi szakértők, Ukrajnának egy hete lenne, és komplet összeomlana az egész rendszer. Tehát nem csak a fronton, hanem igazából a gazdaságban, nyugdíjak kifizetése, zsoldok, fizetések, áruellátás az országba, tehát bedőlne minden. Jó, ezt senki nem szeretné, mert az ártatlan civilek ugye ne szenvedjenek, és hát ezért lenne minél jobb egy tűzszünet, de mondom, ha arról beszélünk, akkor rögtön orosz barátok vagyunk, meg Putyin pincsit, meg egyéb ilyen kedves jelzőket aggatnak ránk, holott csak szeretnénk azt, hogy az ukrán nemzet megmaradjon, és ne halljanak ki igazából, meg ne kelljen mindenkinek ugye kivándorolni, mert ahogy nézem a magyar híreket innen a Közel-Keletről is, azért napi szinten körülbelül csak Magyarországra 10 000 ukrán menekült érkezik, ugyanennyi Lengyelországba, Romániába, tehát igazából azt látjuk, hogy a lakosság, ukrán lakosságának már több mint 50%-a igazából eltűnt, vagy halott, vagy pedig kivándorolt. Egyébként Szergej Lavrov mondta azt, hogy ők a tűzszünetről ugye már nem tárgyalnak, hiszen átverték őket, és ők most abban érdekeltek, hogy a békéről, vagy hát nyilván az, tehát, hogy az nekik béke, de hogy egy lezárásról tárgyaljanak. Ez azt is jelenti szerinted, hogy Oroszország most olyan helyzetben van a fronton, hogy ezt megteheti, vagy ez egyfajta ilyen orosz narratíva, de azért akár még a tűzszünetről is tárgyalnának. Másra is kérdezhetném, hol tart most Oroszország a hadműveletekkel? Oroszország jól tart, tehát volt egy kis állóháború, de Oroszország kezd megint igaz apró lépésekben előre haladni. Ugye lehet látni, hogy azért robbannak fel vonatok, amik hadifelszerelést szállítanak az Ukrajnának, robbant fel most Nyugat-Ukrajnába ugye egy pipeline, tehát azért az oroszoknak vannak sikerék, visszaverik ugye az állandó dróntámadásokat a Krímfélsziget ellen, tehát vannak sikerek. Ezt minden nap elmondják most már ugye a Pentagonnak, vagy a Brit Védelmi Minisztériumnak is a szakértői, hogy nem számolt azzal a nyugat, hogy ilyen erős védelmi állásaik lettek az oroszoknak, hogy ilyen jól fognak védekezni, hát pedig ilyen jól védekeznek. És lényeg az, hogy az oroszok fognak diktálni, tehát egyértelmű, hogy ez a háború valamikor le lesz zárva, tehát tarthat még évekig, nem kizár, de valamikor lezárva, és az úgy lesz lezárva, hogy az ukránok akkor még több területet fognak veszteni, mint most ugye Donetsk, Lugansk és Novorosszija, hanem akkor valószínűleg még több terület megy át majd orosz kézre, tehát elképzelhető, hogy haladnak az oroszok lakta területen apró lépésenként előre, hogy a föderációs katonák, és egyszer majd azt mondják, hogy oké, akkor még ez az oblaszt is kell nekünk, ez az oblaszt is kell nekünk, és ugye az idő egyértelműen az oroszoknak dolgozik, többször beszéltünk róla, 3 millió ember dolgozik a hadiparban. Folyamatos az eszközök utánpótlása, az olajból rengeteg pénz jön be, ugye itt is most már az amerikaiak is mondták, hát ez az egész ársapka, meg minden egy vicc volt, mert a szankciókat ez semmivel nem támogatta. Lehet látni, hogy a nyugat Indiától vásárolja ugye az átszintézett orosz olajat, ezt minden gyerek tudja igazából, de megy ez a képmutatás, hogy olyan szankciók jók, a szankciók működnek, egy frász működnek. Felszabadult
foszilis energiahordozókat el tudtak adni szabad piaci áron, nem kötötték már az oroszokat ugye akkor a szerződések a nyugati államokkal, úgyhogy még több pénzért értékesítették ezt, és nyilvánvalóan Oroszország gazdagodott. Oroszország még soha nem állt ilyen jól. Oroszország most aranyat vásárol például hihetetlen mértékben, ami ugye továbbra is a rublet fogja erősíteni, mert megnézzük, legyen az a forint, legyen az a dollár, azért mindig az aranybázis, ugye Fort Knox például, ahol nagyon sokáig még a magyar aranykész is tárolták, de szerencsére a magyar kormány ezt ugye hazahozatta. Tehát Oroszország is ugyanígy van, hogy óriási aranykészlettel rendelkezik, ezt még növeli, plusz Oroszországnak talán kevesen tudják, van a világ legnagyobb gyémánt készlete is. Tehát Oroszország csak egy kis részét a gyémánt tartalékának a piacra dobná, akkor a rágógumi automatákból 200 forintért tudnák magunknak gyönyörű brilliánsokat pörgetni, mert annyira elértéktelenednének a gyémántok, illetve a brilliánsok, de hát Oroszország ezt nem teszi. De szóval mondom, nem tudták Oroszországot térdre kényszeríteni, bármivel is próbálkoztak, legyen a szankció, legyen az fegyverek küldése Ukrajnának, tehát egyszerűen nem megy. Oroszország nagyon biztos, nagyon masszív lábakon áll, tényleg, mint egy óriási medve, egy hatalmas birodalomról beszélünk. Lehet engem most orosz barátsággal vádolni, de ezt el kell ismerni. Tehát hatottak a szankciók, nem. Megnyerte Ukrajna ezt a háborút nyugati támogatással, nem. Akkor ott tartunk, hogy vagy elhúzzuk még, vagy meghal még több százezer ember mind a két oldalon teljesen értelmetlenül, vagy pedig törekedjünk egy lezárásra, még ha fáj is. Tehát oké, ez nyilván az ukránoknak fájni fog, nyilvánvalóan Zelenszkij fogja veszteni a hatalmát abban a pillanatban, amikor majd valaki, lehet, hogy ő pont aláírja, hogy akkor lemondok erről ezekről a területekről, lesz mondjuk egy feltétel nélküli kapituláció, nyilvánvalóan az neki a fejébe fog kerülni, de mondom, itt még nagyon sok dolog van, tehát egy változás az Egyesült Államok kormánya élén, hogy fog Trump reagálni, mit fog lépni, ugye neki azért nagyon jó viszonya volt mindig Vladimir Putyinnal. Úgyhogy mondom, ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes kirakós, és nagyon sok szegmense van ennek a dolognak, amik fontosak, úgyhogy nagyon nehéz itt előre látni, tehát nagyon nehéz egy ilyen jövőben látó elemzést leadni, mint mondjuk egy választásnál, mert mondom, itt nagyon sok szempont van, amit szem előtt kell folyamatosan tartani, ugye akár a környező országokban lévő változásokat, politikai helyzetek, legyen az Belarus például, ha ott ne talán történne valami az, hogy bojdítja meg például ott a geopolitikáját annak a térségnek, mert ugye ott orosz nukleáris fegyverek vannak, orosz katonák tartózkodnak. Látjuk csak, hogy milyen felbojdulást okozott például ugye Nagorno-Karabah. Igen, talán egy kicsit bele is mehetünk egyébként akár a balkáni konfliktusba, jött most Koszovó és Szerbia között is elég feszült a helyzet. Látjuk, hogy a hegyi Karabakh térségében még mindig örmények tömegei menekülnek el. Látjuk azt, hogy Fehér Oroszország területén is állandóan találgatják, hogy vajon ki mire készül és mi a helyzet. Mert ugye azt mondják, hogy eddig ez a háború Ukrajna területein belül zajlott. Most meg hirtelen megjelent annyi más nagy konfliktus gócpont, akár a térségben, akár más térségekben egyébként, hogy tőlem is rendszeresen megkérdezik, hogy vajon mi készül itt, és mi van akkor, ha a következő hónapokban, mert arról beszélünk, hogy itt is van egy Ukrajna, meg itt is, meg itt is. Igen, tehát Nagorno-Karabakh valóban is azért valljuk be, Azerbajdzsán nincs olyan messze tőlünk, ugye én is nemrég jártam ott is, amúgy egy minta állam, tehát nekem az egyik kedvenc országom, de viccen kívül hihetetlen barátságos emberekkel. Én egy olyan tiszta város még nem láttam, tehát kb. Mint Szingapur, tehát ottól egy papír nincs eldobva, nagyon normális, kedves emberekkel, az aluljárók nincsenek telepisilve, telegrafitizve, hanem ott vatacukrot, fagyit, meg egyebeket árulnak. És annak ellenére, ugye, hogy egy síta muszlim országról beszélünk, az emberek nagyon nyitottak, bárhol kapsz például alkohol, de hogy beszélgettem fiatalokkal, mondják, hogy őket nem érdekli a pia, ők inkább leülnek teázni, meg sisázni barátokkal, meg jókat nevettek, meg beszélgetnek, meg nézik a csajokat. Tehát nem az, hogy berúgunk, aztán előkerül a bicska, vagy valami más eszköz. Tehát mivel ez a város, azért lehetett olyat hallani, hogy például a hegyi Karabakhban visszaállították a saria törvénykezést, tehát a vidéki részeken, és gondolom itt is különbség van a város és a vidék között. Persze mindenképpen, és azért Aliyev elnök, ő nagyon nyitott, tehát ő minden extrémizmus ellen igazából fellépett, legyen az a tényleg extrém iszlám vallásoság, ott valaki megpróbált egy kicsit szimpatizálni a Daesh-sel vagy Al-Qaidával, hát ugye az eléggé kórú járt, és nagyon sok börtönbüntetésre számíthatott.
De ugyanúgy nem tűrhet, tehát lényegében megnézzük, Nagorno-Karabakh de jure, ugye, tehát jogilag Azerbajdzsánhoz tartozik. Mindig a szovjet idők alatt is Azerbajdzsán része volt. És ja, pillanatra eltűntél, bocsász, azt hittem megszakadtunk, de nem azért, itten hülye fejet vághattam. De lényeg az, hogy megvagyna, tehát mindig is Azerbajdzsán része volt a szovjet idők alatt is, és lényeg az, hogy ott 120 ezer örmény él. Ugye Örményországgal határos Azerbajdzsán és Nagorno-Karabakhban nagyon nagy örmény, hát nem is azt mondom, hogy kisebbség, hanem azon a területen ők adják a lakosság többségét, ők ugye keresztények. De nem is ez a pont, mert azért én beszéltem irániakkal, beszéltem törökökkel, beszéltem arabokkal, beszéltem oroszokkal, akik Azerbajdzsánban élnek, tehát igazából mindenki békességben él. Még az oroszokra se tekintettek ellenségként a Szovjetunió felbomlása után, hanem ők is ott maradhattak, azeri állampolgárok használhatják az orosz nyelvet, tehát semmilyen represszáliában nekik nem volt részük, nem mondták azt, hogy na, ti voltatok a gonosz kommunisták, akik elfoglalták valamikor Azerbajdzsánt, szó sem volt erről. Ugyanúgy az örmény kisebbség is megkapott volna minden állampolgári jogot, értelemszerűen minden állampolgári kötelességet is, mint bármelyik azerbajdzsáni állampolgár. Először, amikor ugye megtörtént, most beszélünk csak a legutóbbi speciális hadműveletről, amikor be kellett avatkozni az azerbajdzsáni hadseregnek, azért nem tűrheti egy ország vezetése, hogy ott kialakuljon egy állam az államban. Hogy egy ilyen őrült orosz milliárdos oda megy, kikiáltatja magát elnöknek, fegyvereket szereznek, ráadásul nehéz fegyvereket is, tehát tüzérséget, aknavetőket, páncélozott járműveket, és azért egy jó kérdés, ezek hogy jutottak be az országba? Nyilvánvalóan nem Azerbajdzsán felől, nem akarok most itt, nem akarok az örményekre mutogatni, de azért érdekes kérdés, hogy nehéz fegyverzet hogy juthatott oda be. És persze, amikor egy fegyveres felkelés van egy ország területén, nyilvánvalóan tehát kötelessége az ország vezetésének ezt leverni. Alijev parancsnok ki is adta ugye a parancsot a támadásra. Nem az első eset volt, hogy az örmény kisebbség ugye fegyverre neki feszült az azeri hadseregnek, az azeri rendőrségnek. Most sikerült leverni őket, nagyobb voltak a veszteségek azeri oldalon is, 195 azerbajdzsáni katona halt hősi halált a harcokban. Viszont kapituláltak az örmény lázadók. Tehát azt mondták, hogy ők ezt a ilyen Áresnek nevezett köztársaságot akkor föladják, leteszik a fegyvert, és békébe akarnak élni. Na, most hirtelen ki akartam mondani, ez egy nagyon jó szó. Tehát amnestiát kaptak, ezt kerestem. Tehát megígért Aliyev elnök, hogy senkinek nem kell bíróság előtt felelni a tettéért, tegyétek le a fegyvert, szolgáltassátok be őket, ez meg is történt. Igazából az első nap csak 1000 örmény hagyta el Nagorno-Karabakhot, azt mondták, hogy ők nem akarnak ott élni, elmennek. Utána elkezdődött egy ilyen érdekes, egy ilyen hisztéria a nyugati sajtóban, a német sajtó élen járt, hogy hát ott majd egy népirtás lesz, olyan, mint Ruandából, borzalom lesz, mire készülnek az azériek. Az azériek nem készültek semmire, sőt, még az orosz békefenntartókat is elkezdték kivonni a térségből. Valaki rájuk is lőtt, két orosz katonát meggyilkolt. Nem tudni, hogy miért, holott bejelentette az elnök, hogy oké, akkor legyen béke, most akkor menjenek az élelmiszer szállítmányok, ellátjuk ott az üzleteket, meg mindent, tehát építsük fel az infrastruktúrát együtt, örmények, azériek, meg mindenki, aki ott él Nagorno-Karabakhban. Utána elkezdődött ez a hisztéria, elkezdtek félni az örmények, hogy úristen, mi tényleg népirtás készül, holott egyetlen örménynek sem esett baja, hozzáteszem. Olyan hisztéria alakult ki, hogy sokan felgyújtották a saját házaikat, meg minden ingóságukat, és elhagyták az országot. Közben ugye felrobbant egy töltőállomás, ahol rengetegen meghaltak, közel 100 ember vesztette az életét, többeket még eltűntként keresnek, 300 súlyos sérült. Tehát borzalmas képek játszottak le, és egy ilyen tömeges exodus indult el, és pont, ahogy ma néztem a híreket, már majdnem mind a 120 ezer örmény elhagyta Nagorno-Karabakhot. Csak senki nem tudja, hogy miért, hiszen szó sincs arról, hogy ott bárkinek bártódása esett volna. Hát ugye azért ezzel azt mondják az örmények, hogy bármit is mond az elnök azeri oldalon, azért ők történelmi tapasztalatok miatt, vagy akár már érték incidensek őket, és hogy nem akarják, hogy pogromok legyenek. Volt olyan szakértő egyébként, aki azt mondta egyenesen, hogy népirtás zajlik az örmények ellen. Hát
azért ez túlzás, mert fegyveres felkelés volt, nyilvánvalóan be kellett avatkozni a hadseregnek. Tehát most egy ország se tűrni azt el, ha egy ott élő kisebbség hirtelen elkezdeni ágyúzni ott a hadseregnek az állásait, vagy a rendőrösöket megtámadnak. Tehát nyilvánvalóan nem. Tehát minden országban élnek kisebbségek, Magyarországon is ilyen román kisebbség, élnek szlovákok, élnek szerbek, de igazából eszébe nem jut senkinek mondjuk egy fegyveres lázadást kezdeményezni, mint ahogy Németországban is élnek dánok, élnek franciák ugye a határmenti övezetben, élnek szorbok, ugye, akik szlávok, de hát ha most kikiáltanák hirtelen a szorbiai szabad népi demokratikus köztársaságot, és fegyverre rátámadnának a Bundeswehrre, meg a Bundespolizeinak a laktanyáira, hát nyilvánvalóan megfelelő lépés lenne. Tehát azért nem lehet azt eltűrni, hogy most ilyen, nem is tudom, tehát egy szeparatista csoport egy országból egy részt kikanyarincson, és azt mondják, hogy hát mi félünk a népirtástól, inkább alakítunk itt egy saját kis demokratikus, nem tudom, köztársaságot, vagy bármit is. Tehát azért ez nonsens valahol, és tényleg a civileknek nem esett bajuk. És abba is beleegyezett, ráadásul Aliyev még Anthony Blinkennel is telefonált, és mondta, hogy oké, akkor küldjenek az amerikaiak megfigyelőket, küldjön az Európai Unió is megfigyelőket a térségbe, semmi bajunk ezzel, bárki jöhet és figyelheti, hogy itt hogy alakul a további hetek, hónapoknak a munkája, ugye, hogy lesz majd itt béke, és hogy indítjuk újra majd a társadalmat. Hát úgy látszik, ez nem történt meg, tehát mondom, az emberek tehát hiszterikusan menekültek, borzalmas jelenetek játszottak le, meg mondom, a házaikat felgyújtották, hogy itt nem fognak azeriek lakni benne, nem is szándékoztak. Tehát igazából örmények élnek Azerbajdzsán más területén is, de mondom, más kisebbségek, kurdoktól kezdve senkinek nem esett bántódása. Mondom, azért jártam ott, és tényleg egy elég nyílt társadalom van, tehát senkire nem kényszerítenek rá semmit, mindenki használhatja a saját anyanyelvét, használhatja a saját kultúráját, de nyilvánvalóan az nonsens, azt egy ország se engedi meg, hogy fegyveres szeparatisták nehéz fegyverekkel kikanyarítsanak egy részt, és akkor ők azt mondják, majd ők ott élnek. Hát annyira félünk az államtól, hogy elveszünk tőle területeket, és ezt fegyverrel tesszük, tehát azért ez elég furcsán hangzik. Így a műsorunk végéhez közeledve még visszatérnék Ukrajnához, és egy elég érdekes hírt olvasnék be. Van Szere Ashton Cirillo, aki ugye ő volt az ukrán katonai szóvivő, amerikai származású és egyébként transznemű, de néhány héttel ezelőtt kirúgták, mert többek között amerikai, vagy többek között orosz újságírók meggyilkolásával fenyegetőzött. És most Vovan és Lexus, a két orosz humorista felhívta őt telefonon, és ilyen állinterjúkat készítettek vele, kettőt is, és ebben egész érdekes dolgokat mondott, többek között azt, hogy Darya Dugina megérdemelte, hogy felrobbantsák, reméli, hogy Mária Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője is hasonlóan végzi. Az interjú második felében pedig arról beszélt, hogy 5000 külföldi harcosa van Ukrajnának, köztük sok az amerikai, és arra is kitért, hogy többségük szélső jobboldali nézeteket vall, és jelentést készített egy olyan amerikai eredetű neonáci csoportosulásról is, amely Kijev oldalán harcol. Azt nem mondta meg, hogy ez a csoport pontosan hány tagból áll, vagy hogy a frontvonal mely szakaszán teljesítenek szolgálatot, de arra viszont kitért, hogy van, aki drogozik a külföldi harcosok közül, és pszichológiai problémákkal is küzd. Sőt, azt is kijelentette, hogy az Ukrajnában harcoló külföldi önkéntesek nagy része egy hajszállal jobb csak egy zsoldosnál, és nagy részük valóban csak a pénzért háborúzik. És akkor ezt követően a Twitteren úgy reagáltak, hogy a volt szóvivő azt mondja, hogy ez a 21 perces videó egy deepfake, soha semmi nem hangzott el abból, amit az oroszok a szájába adtak, és Ukrajnában csupa bátor ember harcol a világ szabadságáért. Szóval, hogy néha így elnézve ezeket a híreket, miközben a háború az egy komoly és nagyon tragikus dolog, de hogy néha tényleg kezd átmenni ilyen teljes ilyen komédiába az egész. Hát figyelj, komédiának nem mondanám, én azt mondom, hogy Szirió kimondta az igazságot.
hogy neonácik harcolnak Ukrajnába. Valóban vannak ilyen őrült amerikaiak, akik oda mentek, akik ilyen teljesen beteg náci ideológiát követnek, hasonlót, mint a legyen az a Ku Klux Klan például, vagy White Proud, vagy egyebek. És ezek valóban ukrán oldalon harcolnak, az sem kizárt, hogy drogoznak nyilvánvalóan, tehát ez benne van sajnos, ez minden háborúban egy jelenség, ez már így volt Vietnámban is. Úgyhogy szerintem az igazat mondta. Én azt mondom, hogy ez nem deepfake ez a videó, hanem... Bocsánat, annyit pontosítanék is, hogy most már letörölte a saját videóját, és ezzel megerősítést nyert, hogy az interjú hiteles. Ezt írják most már a nyugati sajtóorgánok is. Igen, hát megmondta végre az igazságot, és hát azért az ékszerelmére valóban ő terrortámadásokra buzdított az emberek, tehát ez egy jótányival se jobb, mint bármelyik Al-Qaida, vagy bármelyik iszlám állam toborzó, aki arra szólít fel, hogy embereket azért gyilkoljanak meg, mert ők egy kormánynak dolgoznak, vagy pedig politikai nézetei vannak, de ugyanúgy újságíró kollégák sem. Én azt se tartanám jónak, ha ukrán újságíró kollégákat gyilkolnának meg, csak azért, mert mondjuk az oroszok ellen írnak. Tehát nem. Egy újságírónak legyen jó kimondani azt, ami gondol, legyen sajtószabadság, most teljesen mindegy, hogy szimpatizálunk egy országgal, vagy ne, de ne kelljen az életét féltenie azért, mert kimeri mondani azt, amit gondol, amit jónak tart, és esetleg az ország vezetésének a narratíváját követi ő is, mert neki is ez a politikai nézete. Tehát hol tartanánk az Isten szerelmére, hogyha elkezdenének mindenütt újságírókat legyilkolni azért, mert a politikai nézeteik mondjuk mások, mint a liberálisoknak, vagy mások, mint a konzervatívoknak, hát ez teljesen anarchiába vezetné a világot. Tehát köszönjük szépen a demokráciának, pont az egyik legnagyobb víványa a szólás és a sajtószabadság, és hát ezért mindenképpen ugye harcolni kell, ezt meg kell tartani. Tehát én sem szeretném, hogy mondjuk Magyarországon baloldali sajtóorgánokat csak úgy lezárnának. A demokráciának a része az is, hogy vannak akkor baloldaliak, vannak jobboldaliak, vannak ilyen mid-market sajtótermékek, amik inkább a celebritásokkal foglalkoznak, de ez adja meg éppen a sajtónak a sokszínűségét, tehát Isten őriz, hogy most bármelyiket is eltörjük, mert akkor a demokrácián esik csorba, és hát azt azért nagyon nem kellene. Ez a mai végszó. Georg Spötle, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Hát én köszönöm a végletem veletek, és sok szeretettel kívánok mindenkinek egy nagyon szép vasárnapot innen Ománból. Köszönjük szépen, és a hallgatóinknak is szép napot kívánok, viszontlátásra, viszonthallásra.